köntös, papucs, törölköző, ezek az alapvető felszerelések. A bonyhádi védőnő épp a szülés előtt álló hölgyeknek sorolja azokat a dolgokat, amelyeket mindenképpen tartalmaznia kell az összekészített kórházi csomaguknak. A kismamákat minden hónapban egy-egy előadással várják a szakemberek. Egyrészt van ennek egy közösségformáló szerepe is, tehát az anyukák összegyűlnek, beszélgetnek egymással, megkérdezhetik bátran a problémáikat tőlünk is, egymással is azért mégis, illetve konkrétabb tényként hallják a szüléssel, várandósággal kapcsolatos kérdéseiket, nem csak az interneten tájékozódnak, hanem szakembertől, tehát általunk hallják ezeket a válaszokat. A Bonyhádon 3 hónapja újraindult kezdeményezés a Baba Mama Klub legutóbbi előadásának témája a szülés és gyermekágy volt. A szülés utáni első 6-7 testet, lelket érintő változásai és az újszülött gyermek körüli teendők kaptak helyet az egyórás beszélgetés alkalmával, ahol a leendő anyukáknak lehetősége adódott a témakörrel kapcsolatos kérdéseit is feltenni. Szeretnénk szép sorrendben haladni a témákkal, ahogyan korábban már volt várandós gondozásról téma, most jelenleg a szülés, a következő valószínűleg a szoptatás lesz, és aztán a csecsemőkor és egyéb kérdéseket fogunk feldolgozni. A soron következő előadásokra is várják a környék leendő anyukáit, apukáit, akik szeretnének felkészülni az új családtag érkezésére. Emellett a kismamák közérzetére jótékony hatással bíró és a szervezetüket a szülésre is felkészítő kismamatorna minden héten szerdán kerül megtartásra a Bonyhádi Művelődési Házban.